250 esztendeje, hogy Madifalva határában eldördültek az osztrákok ágyúi, több száz védtelen civil, köztük asszonyok és gyerekek estek a hatalmi önkény elnyomó zsarnok áldozatául. A szikulicídium áldozataira idén háromnapos eseménysorozattal emlékeztek Madifalván, amelynek csúcsmomentuma az emlékműnél tartott megemlékezés koszorúzási ünnepség volt. Az eseményen jelen volt és beszédet mondott Kövér László Magyarország országgyűlésének elnöke. Tisztelt Székely honfitársaim, tisztelt emlékező közösség! A madéfalvi veszedelem 250. évfordulóján Magyarország nevében kegyelettel hajtok fejet a székelység fájdalmának emlékműve előtt. Magyarország nevében hálamat fejezem ki Madéfalva és egész Székelyföld népének, hogy büszkén éltetik a székely emlékezetet és a magyar történelmi tudatot. Tisztelt honfitársaim! Az évszázados székely érvágások sora nem zárult le Madéfalván a 18. században. Más formában, de megismétlődött a 19. század végén is, amikor nem a hűtlen székely vezetők, hanem a tudatlan és bűnösen gondatlan magyar országgyűlési képviselők a híret arányosítási és tagosítási törvényekkel kihúzták a talajt a sajátos földrajdon közösségét addig megőrző székelység alól. A madéfalvi tízezrek után akkor székelyek százezrei voltak kénytelenek a megélhetősük érdekében elhagyni szülőföldjüket. A 20. században az 1918-19-ben megbénított Magyarország és magyarság történelmi becsülete érdekében küzdelemet vállaló székely hadosztályt a korabeli hűtlen magyar kormány árulta el és hagyta cserben. Ez a székely érvágás azonban már nem csak 10 és 100 ezereknek, hanem a magyarság millióinak okozott sebet. Az érvágások a 21. század küszöbén is folytatódtak, amikor 2004. december 5-én egy másik hűtlen és történelmileg bűnös budapesti kormány a magyar államot szembefordította a magyar nemzettel, a magyarországi magyart a külhoni magyar testvérével, és ezzel fájdalmas lelki sebeket okozott a székelységnek is. A történelem tehát megtanított bennünket arra is, hogy ha a székelyek vezetői hűtlenek lesznek népükhöz, ha a magyar állam vezetői hűtlenek lesznek a székelységhez, akkor újabb és újabb madéfalvi veszedelmek leselkednek mindannyiunkra. Az új veszedelem azt jelenti, hogy veszélybe kerül a minden székelyembert megillető tisztességes és emberi megélhetés joga, azaz a társadalmi igazság, és veszélybe kerül a magyar nyelvünkhöz, magyar szülőföldünkhöz, magyar múltunkhoz és jövőnkhöz való jogunk, veszélybe kerül nemzeti szabadságunk is. A madéfalvi áldozatok emléke, a szülőföldjükből kitépett székely menekültek emléke arra kötelez bennünket, hogy soha ne bízzuk közösségügyeinket hűtlen vezetőkre. Arra indít mindannyiunkat, hogy a demokrácia rendjében, a legjobb belátásunk szerint, de mindig élve a választás jogával, soha ne engedjük, hogy Bukarestben, Budapesten vagy Brüsszelben mások döntsenek rólunk, nélkülünk. Tisztelt honfitársaim! A magyar állam 2010-ben megválasztott vezetőinek nevében ígérem, Magyarország többé nem lesz hűtlen a székelységhez, a magyar állam többé nem fordul szembe nemzetével. Az egybegyűltekhez beszédet intéztek az erdélyi magyarság politikai önkormányzati vezetői is. Apáink, nagyapáink, dédapáink, ők és szép apáink, ennek a földnek őrzői voltak. Őrizték a szülőföldet, mert tudták azt, amit mi is tudunk. Ha egyszer feladnánk, akkor örökre elveszne. De őrizték nem csak a földet, hanem a nemzet szellemi, kulturális és történelmi kincseit is. Szeretettel és szolgálattal, hittel és napi munkával, konok kitartással és hűséggel. Igen, hölgyeim és uraim, kedves barátaim! Csak így lehetett minden kudarc és bukás után felállni, talpra állni, és sokszor mindent újra kezdeni. És ma, amikor nem ágyúval, nem puskával, nem karddal és nem tankkal törnek ránk, hanem a mai kor rafinált eszközeit vetik be ellenünk, látnunk kell, tudnunk kell, hinnünk kell, hogy ha ők őrzők voltak, őrködtek e föld felett és megőrizték minden időben, nekünk csupán ennyi feladatunk van, őrködni tovább, és ez nem kevés. Megőrizni és továbbhagyni, örökségül adni a mi gyermekeinknek.
Ha erre képesek voltak a mi elődeink, nekünk is képesnek kell lennünk. Ez kötelességünk és nagy-nagy felelősségünk. Engedjék meg, hogy először a beszédem előtt külön köszöntsem az udvarhelyszék és a gyergyói világi és egyházi előjárókat, hisz itt vannak ők is, és mi is együtt ünnepelünk velük Agyapfalván, Tatárdombon. Köszönöm, hogy eljöttek. Tisztelt honfitársaim! A bátrak jutalma dicsőség, a gyávák sorsa árulás. A bátorság és gyávosság örök küzdelmére emlékezünk ma itt, a székely Golgota tövében. Arra emlékezünk, hogy székely népünknek mindig, mindenkorban akadtak vezetői, akik dacolni mertek a megalkuvás kísértésével. Dacolni mertek a kompromisszumok teremtette kényelemmel. Akikre 1764. január 7-én ágyút tűzzel támadt a birodalmi haderő. Nem azért gyűltek itt össze, hogy gyáva kompromisszumot kössenek a birodalom tábornokaival. Nem is azért gyűltek össze, hogy a birodalom fővárosába bebocsátást kérjenek. Ne talán kitüntetést, állást vagy cím után kuncsorogjanak. Azért gyűltek ők itt össze, hogy megvédjék ősi jussukat. Megőrizzék a nép szabadságát, s helyreállítsák jogait. Az ősök konok kitartásából a ma generációja is példát meríthet. Évről évre arra emlékezünk, hogy voltak elődeink, akik fel tudtak állni egy ilyen pillanat után is, akik tovább tudták vinni hagyományainkat, nyelvünket, kultúránkat, és akiknek az emléke kötelez minket arra, hogy egy pillanatig se engedjünk, hogy mindig ugyanazzal az elszántsággal, ugyanazzal az erővel vigyük tovább azt, amit ránk hagytak. Ennek a földnek a szeretetét, ennek a földnek és történelmünknek a megbecsülését, tiszteletét, és mindazt, amit gyerekeinknek meg kell tanítsunk ahhoz, hogy az elkövetkező nemzetégek is ugyanezzel az elszántsággal, ezzel a székely nép iránti szeretettel jöjjenek ide Madéfalvára. A főhajtás a Szikulicidium emlékművénél a kegyelet koszorúinak elhelyezésével zárult.